Most akkor nem lakhatok többet ingyen nálatok? A francba. Hé, hiszen nem tudhatjuk, hogy ez rosszat jelente. Most higgadjunk le, Vegi. Minden rendben lesz. És te? Mi van? Velem mi van? Semmi. Nem beszélek kutyákkal, macskás vagyok. Na baszki. Pont most írt az egyik ügyfél. Mégiscsak ő volt a jó célpont. Aztán megpenyögtem, hogy komcsindultat sincs kivel dumász kisapám. Nem most vakartak le a falvédőről. Vágom, miket puspognak rólam ezek a bumburnyákok. Egyszerűen úgy éreztem, hogy teher vagyok a számotokra. De megígérem nektek, hogy mától fogva nem veszem félváról a törődéseteket. Már is sokkal jobban érzem magam. Csak az egész Isten verte város remeged bele. Az asszisztensem Lloyd még sírva is fakadt. Nem is igaz. Hát mindenek előtt... ebben a kurzusban fizikai gyakorlattal, bűnöldözési stratégiákkal és letartóztatási procedúrákkal ismerkedünk meg. Gratula, megidéztetek minket. Egyet kívánhattok. Tedd le a kezed. Nem ezeket a gyökereket akartam megidézni, hanem ezt a fickot. Jaj, már tök menők vagyunk, hadd teljesítsük-e kívánságotokat. Oké, ha az imposztor megtalál, elimpusztulsz. Jó volt, mi? Oké. De nekünk kell kideríteni a kihez és kiszavaznunk őt. Aha, de van egy csomó speckó képességük is. Szóval légy résen. Alig, hanem az őröknek nem kéne ekkora zajt csapni. Gyere, fogd a lapátot és segíts te is! De kérem, borsos kisasszony, halálosan gyenge és vézna akarom! Úgyhogy teszem, amit tudok.